A településen működő szociális intézmények munkatársaival szoros együttműködésben az idei évben is rendkívül sok felajánlást. Cipős doboz csomagot, tartós élelmiszerekből összeállított adományokat gyűjtöttek össze. A Dunauj veresi óvoda dolgozói már a tavalyi számok is bőségesek voltak, idén még több csomagot tudtak összeállítani. Tartalmukat tekintve most valamivel kevesebb volt az állatoknak címzett felajánlás, leginkább gyermekeknek szánt csomagokból volt több. A szortírozásban Bartendre humanitárius felelős alpolgármester is kivette a részét, kettős érzésekkel ugyan, hiszen ha sok a csomag, az azt jelenti, hogy nagyon sok bizony meg szereződött, meg háromszorozott azoknak a számoknak szüksége van ezekre a dolgokra, az viszont egy kicsit szívfacsaró érzés is egyben. Viszont tényleg nagyon jó dolog az, a Dunajvársiak ráéreztek arra, hogy most van szükség igazán egy olyan fajta összefogásra, ami talán eddig még nem volt, vagy hát nagyon régen találkozhattak vele, és én úgy érzem azt, hogy ezt meg is találtak. Itt vagyunk, ugye most a Gyenes Józsefné tegnap hívott, hogy úristen, hát mennyi adomány nem tudnak vele, most hirtelen hova rakják, és hogy belegondolunk, tényleg hogy csak az ódákba hirdették meg, és ennyi minden jött össze. Ez is tényleg mutatja azt a felelősségérzetet, ami most az emberekben ott van, hiszen látják azt, hogy mennyi nehéz sorsú család van, mennyire szükség van most ezekre a segítségekre. Az alpolgármester minden felajánlónak, koordinátornak és segítőnek hálás a munkájáért. Igény van a segítségre, és amíg ez így van, addig ők a lehetőségeikhez mérten mindenkinek próbálnak segíteni tényleg minden korosztály számára megtalálható az, a kis apróság, azok a játékok, amik valószínűleg az egyetlen ajándékot jelentik majd egy-egy családnak, vagy egy-egy család gyermekének, és én azt gondolom, hogy nekünk az a felelősségünk ebben, hogy a legjobb helyre jusson el, ezért van most is itt az adománykuckónak a vezetője, Törő Anikó, aki nyilván kapcsolatban van a családokkal, és egy kicsit így a városi szintre így kitekintek, ugye több úton is elindultunk hiszen a tartós élelmiszergyűjtés is elindult, elkezdődött az ajándékoknak a begyűjtése, illetve már most nagyon sok felajánlás érkezett december 24-ére, amikor is ilyen sültes tálakat juttatunk majd el olyan családokhoz, akiknek bizonyára a karácsony menü nélkül sokkal szegényebb lenne. Nem ez volt tehát az idei év első adományakciója, és szerencsére folyamatosan érdeklődnek az óvisok szülei is, hogy hogyan tudnak segíteni. Leginkább ruhaneműket, gyermekjátékokat, tartós élelmiszereket hoznak és várnak. És ahogy körülnézünk, rengeteg az úgynevezett cipős doboz, ami gyönyörűen be van csomagolva, és ellenőrzött játékokkal, illetve eszközökkel van tele. Tehát nem kell attól félni, hogy egy törött lábúba kap valamelyik kisgyerek, mert nagyon szép kis eszközöket, játékokat hoztak be a, a kisgyerekekbe csomagolva, illetve az óvodába történt a csomagolás. A szülők segítségével az óvó nénikkel történt a csomagolás. Tehát ebből tudjuk, hogy ráírtuk a dobozokra, hogy hány éves gyereknek megfelelő a kis ajándékcsomag, így az adományozó is könnyebb helyzetbe fog kerülni, akihez majd kerül, és aki továbbadja az ajándékokat, hogy mégis milyen korosztálynak adja oda ezeket a dobozokat. Képzeljük csak el, hogy mennyi önkéntes felajánló csatlakozott a segítségnyújtási akcióhoz, ha a felvételeken látható csomagok csak az összmennyiség felé teszik ki. Gyanes Józsefné rendkívül hálás mindenki akik támogatták a kezdeményezést. Ez most ez a fele mert a másik felét már levittük az átmeneti, családok átmeneti otthonába, ahol nagy örömmel fogadták. Nagyon sok kis ruhanemű lekerült, jó állapotban levő ruhanemű, hiszen nagyon sok kis gyerek tartózkodik, nagyon nehéz helyzetben lévő családok, és miért ne használnák azokat a kis kinőtt ruhákat ők is tovább, amit még ugye lehet használni. Levittünk egy csomó játékot természetesen, illetve tartós élelmiszert ami összejött, mert az is meg volt hirdetve, hogy akinek lehetősége van, az hozhat be, akkor úgy gondoltuk, hogy mivel ott tényleg olyan családok vannak, hogy nagyon nehezen tudnak a, kijönni abból a kis pici pénzből, vagy keresetből, amit esetleg az egyik szülő tud keresni, ezért úgy gondoltunk, hogy ezzel is megtámogatjuk. Az összegyűjtött felajánlások, tehát többek között az adománykuckó, illetve a rászoruló családokat jól ismerő munkaegység a családok átmeneti otthona munkatársai segítségével érnek célba.